Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez egy realisztikus reggeli bejelentkezés, mert még nem készülöttem el, 5 óra 29 van, és ma van a végzős évemnek az első napja. Nagyon durva, hogy mindjárt vége, de még igyekszem kiélvezni ezt az utolsó évet, szóval keljünk felé és kezdjük el a napot! Köszönöm, beágyazok! Így lehet megakadályozni, hogy ne bújjatok vissza az ágyba. Gyorsan elkészülöttem, mutatom a mai outfit-et. Jaj, ez van ma rajtam. Egy csíkos póló, ez a kis háromrészes nyakláncom, egy sima fekete farmer, és ehhez már még felveszem a körömcipőmet. És ennyi. Szóval, mivel nagyon hideg van ma, szerintem fel fogom venni még a fehér farmer kabátomat, és így készen állok. A táskámat azt már tegnap bepakoltam, szóval most ennyivel is előrébb vagyok. Még maradt egy kis időm, szóval tudjátok, hogy most mi következik. Kávé. Én most késésben vagyok. Majd megvár a vonat. Én azért nem hagyom ki a kapucsinomat. Kezdtem a suliba. Elfoglaltam a helyemet. Bizony, jobban mondva, fél év ilyen január. Most le kell fotóznom egy ilyen kis lapot. Szóval mutatok nektek hozzá egy alkalmazást, amivel sokkal jobban megy. Ez az alkalmazás az, és ezzel ugye csak simán lefotózom. Úgy néz ki, mintha beszkeneltem volna. És a kertből szőlök, a Rebi pedig hozott trapista sajtot, mert múltkor ettünk ilyen kis buda sajtot, ami volt otthon, és az neki nem ízlett, és azt mondja, hogy a trapistával jobb, szóval meg fogjuk kóstolni ezt a kombinációt. 1, 2, 3. Ja, kocintjunk. Már félig nem maradt olyan. Jó, kocintjunk. Korona időben nem is szabadna. Nem illik össze. Szinted összeillik. Új könyv illatnál nincs is jobb. Nem minden. Itt van a toltartomban egy kis szerencsekő. Ezt még elsőbe kaptam, és azóta megvan. Szóval most már 12 éve megvan ez a szerencsekő, és ezt minden évben feltölti anya szerencsével évelején, szóval a dogák előtt, vagy közben, vagy amikor megkapom a dogát, akkor meg szoktam dörzsölni. Ez szerencsét hoz nekem abban, hogy minden jól sikerüljön. Szóval ez az én titkom. Oda nézzetek! Nagyon aranyos a osztályfőnök sütött nekünk. Fürtös kalácsos. Isteni. Freddynek nagyon-nagyon tetszik a táskám. Hello! Hello! Szia! Most értem haza, szóval most jöhet is az ebéd, már nagyon éhes vagyok. Most kb. Ilyen fél egy van, azt hiszem. A Gábor már lezök azért, mint én, de még csavarogtam, szóval most ebédelünk. Fredika nem tud leszállni az iskolatáskámról. Megfogadtam idén, hogy kevesebbet fogok halogatni, szóval például amikor hazaérek, akkor nem ülök le még egy órát Netflixezni, vagy YouTube videókat nézni. Szóval most ahelyett, hogy lefeküdnék még egy órára, elkezdek most kressz tanulni. Itt van egy ilyen kis videó az elindulásról, és azt írták odafelé, hogy ez a kedvencem. Így lehet sikkesen, szépen elindulni. Amért annyira fázok, hogy muszáj volt ezt a kis reggeli köntösömet felvennem, és közben amúgy olyan szépen kisütött a nap, szóval tök jó itt a kis hangulat az íróasztalomnál. Itt van elkészült a kávé. Hoztam hozzá még én kis kekszet, az egyiket véletlenül lejtettem. És itt van még a Churchill-es kis könyvem, amit még nagyon régen kölcsönöztem ki a könyvtárból, és most már lassan vissza kéne vinni. Szóval el fogom kezdeni, mielőtt még túl késő. Most itt az aktuális felállítás. Hoztam a kertből egy kis szőlőt, van itt a kesúdió, és a Viszkop Fruzsis kis tervezőnaptáram, amiben már elkezdtem egy pár ilyen kis tennivalót, meg mindenféle dolgot felírni, és mellette mindjárt elindítok egy karácsonyi lejátszási listát. Utolsó, amivel bejelentkeztem, az az volt, hogy csomagolom a könyveimet. Az kb. Ilyen 8 körül volt, most már pár perc múlva éjfél van,
És az történt a köztes időben, hogy felhívtuk egymást a fogadótesommal, a francia fogadótesommal, és úgy elbeszélgettünk, hogy észre se vettem, hogy ennyi az idő. Szóval amikor leraktuk, akkor gyorsan lefürödtem, meg lemosom a sminkemet, szóval most már mindjárt megyek aludni, mert holnap is korán kelek. És igazából ez volt a suli első napja, olyan jó érzés volt visszamenni, szóval én nagyon boldog vagyok, remélem, hogy ez még sokáig fog tartani. És pár nap múlva, szeptember 6-án lesz egy éve, hogy kimentem cserediáknak, és annyira durva belegondolni, hogy most ilyenkor még pakoltam a kofferemet, megvettem a kis szuverinireket a fogadó családomnak, nagyon izgalmas volt, bárcsak azt is újraélhetném, de hát elmúlnak a dolgok, és most új élmények jönnek, ugye most 12-es leszek, szóval nagyon várom ezt az évet is, igyekszem azért kielvezni minden pillanatát, és nektek is ezt ajánlom, hogy bármelyik osztályba is mentek, vagy bármilyen időszak is következik most az életetekben, élvezzétek ki, mert elmúlik. Remélem, hogy nektek is nagyon jól sikerült a suli kezdés. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem az utolsó, első napomon a suliban, és sok puszi nektek, sziasztok!